Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Amire felhívnám a figyelmeteket, hogy a mai napon, november 13-án, hiszen most készítem ezt a felvételt, feltettem a csatornámra egy videót, és a jövőben maradok ennél a témánál. A videó címe Kozmikus üzenetek. Ha látom a napi horoszkópban, hogy fontos események történnek, akkor ennél a videónál felhívom a figyelmeteket arra, hogy mire kellene odafigyelni. Ez lehet egy nap, amikor előnyös érzelmekről beszélni, találkozni valakivel, ahhoz is jó ez az időpont, hogy aláírj egy bizonyos szerződést, vagy lesz bevétel, vannak lehetőségek. De vannak olyan napok is, amikor jobb elkerülni a kommunikációt, mert ez félreértésekhez vezethet, vagy előnytelen lenne egy szerződést aláírni, vannak viták, félreértések, tehát ezekről a témákról én beszámolok. Ez nem egy napi horoszkóp, vagy nem egy horoszkóp elemzés, hanem ha észreveszem, hogy fontos dolgok vannak, ami kihat az életünkre, akkor azt közlöm veletek. Lehet, hogy nem minden nap vannak ezek a fontos témák, de ha úgy érzem, hogy ez az üzenet számotokra előnyös, hiszen akkor tudjátok, hogy másnap mire számíthattok, akkor én ajánlanám ezeket a videókat. A kommentárba leírhatjátok a véleményeteket. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Az ő gondolata. Itt a csillagok szerencsét hoznak, itt van egy üzenet vagy egy szerződés, ami számára előnyös. Azt is jelentheti, hogy boldog lenne, ha írnál neki. A csillagok jelentik azt is, hogy bízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagokban ez meg van írva, és fontos ez az üzenet számára. Én úgy érzem, hogy nála vannak ezek az elképzelések, hogy te jelentkezz nála. Hogyan érzi magát? Nem túl jól, mert itt megjelenik ez a kígyó és a ravasz róka. Ez lehet egy betegség is, és itt nem jól mennek a dolgok. Nem érzi jól magát. De ez a kígyó jelenthet egy nőt is, mivel itt megjelenik a hamisság, akkor ez a nő becsapta őt, hazudozott neki, vagy figyelgeti őt. A lényeg az, hogy ő csalódott ebben a nőben, és nem bízik meg benne. Lehet, hogy erről akar itt beszámolni veled. Mit fog tenni? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, és kimutatja az érzelmeit, mert ez a férfi szeret téged, és ezt fogja közölni. Nem kell félned attól, hogy a háttérben megjelenik egy másik nő, mert ő lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen nem bízik benne, rájött arra, hogy mennyire hamis. Mi köt össze benneteket? A gyűrű. Ez jelent kapcsolatot, vagy azt, hogy visszatér hozzád, de jelenthet egy eljegyzést, egy házassági ajánlatot is.
És amit én ajánlanék, megemlíteném újra ezt a videót, a videó címe Kozmikus Üzenetek. És kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!